A Magyarország és Szerbia közötti határon átnyúló program előző ciklusában többek között infrastruktúrális beruházásokat és környezetvédelmi projekteket is megvalósítottak. Majdnem 60 millió eurónyi támogatási összeget sikerült felhasználni, és azt hiszem, hogy az összes határmenti programból ez volt az egyik legjobb mutatóval rendelkező program. A két ország közötti együttműködést mindkét fél pozitívan értékeli. U prethodnim programima, samo u programu sa Mađarskom, smo imali 44 projekta u onom programu između četvrte i šeste godine, a u ovom drugoj generaciji programa 202 projekta. Az eseményen részt vett Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete is. Jó politikai kapcsolatokhoz feltétlenül szükséges van jó gazdasági együttműködése, jó gazdasági kereskedelmi kapcsolatokra, és a hasonló EU támogatással megvalósuló projektek azok hozzá fognak járulni ahhoz, hogy a két országnak a kapcsolatai még szorosabbak legyenek. A következő 2006 és 2020 közötti ciklusra stratégiai projektekkel már március óta lehetett pályázni. Október 3-ától a nyílt pályázati lehetőségek is elérhetőek, amelyen a civil szervezetek és az önkormányzatok is átadhatják ötleteiket. A tevékenységeknek egy elég széles tárháza és ellensúly indikatív jellegű, tehát hogyha valakinek van egy másik ötlet, ami nincs leírva a pályázati útmutatóba, attól még támogathatja azt a célt, ami ott megjelenik a programban. Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke szerint az előző programciklus során sikerült felépíteni egy olyan intézményrendszert, amely biztosítani tudja a következő időszak eredményességét. Többek között azt a célt szolgálja ez a mai rendezvény, hogy fölkeltsük a potenciális pályázóknak az érdeklődését, hogy megpróbáljunk segíteni a partnerkapcsolatok építésében, annak érdekében, hogy sikeresen tudjunk pályázni. A Magyarország-Szerbia IPA határon átnyúló együttműködési program 2016-tól 2020-ig tartó programciklusára március óta benyújtott stratégiai projektek között a Baja-Bezdán csatorna felújítása, a Kübek-Házarábi útfejlesztési projekt, a Palics-Móra-Halom turisztikai központ építése, valamint a Szabadka-Baja vasútvonal felújítását érintő projektdokumentáció előkészítése is szerepel.